meggyújtották a hitlángját hevesen. A bánya szerencsétlenségre emlékeztek Szűcsiben. Eszközbeszerzés és óvodai kerítés felújítás Apcon. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a HOTV híradóját látják. Ország Tóth Szilvia vagyok. Az advent a várakozás időszaka. A keresztény kultúrában Jézus Krisztus születését megelőző 4 hetet jelenti, amelyben felkészülünk lélekben a fény születésére, a karácsony ünnepére. November 28-án, advent első vasárnapján, hevesen ünnepi műsor mellett meggyújtották az első gyertyát, és átadták a megújult Betlehemet. Feldíszített fenyő és Betlehem hirdeti heves főterén az ünnepet, felkészülést a megváltó eljövetelére. Akik ellátogattak a városi ünnepségre advent első vasárnapján, közelebb kerülhettek advent valódi ünnepi hangulatához, történetéhez. Az ünnepségen Nagy István címzetes kanonok szólt az advent első vasárnapjának valódi üzenetéről. Az advent első vasárnapja az első sorban mindig egy kicsit a ősi egyházi gyakorlatra, erre a bizonyos idők végén való eljövetelre koncentrál. Nyilvánvaló, hogy egyrészt azért, mert Jézus megígérte, hogy az idők végén eljön, és akkor lesz az igazi beteljesedés. Úgyhogy a evangéliumi részletben az a bizonyos minden összeomlik, tiszta káosz és megsemmisülés, ez valójában elsősorban nem a abszolút véget jelenti, hanem az újjáteremtésnek a kezdetét. Az ünnep hangulatát hevesen a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola diákjainak előadása emelte. Közeledik Szent Karácsony ünnepe, örömteli a gyermekek élete. Kész Jézus a szívünkbe érkezik, és várja őt, aki szeretetre éhezik. A gyermekek műsorukkal üzentek. Karácsonykor ki igaz szeretetre éhezik, az ünnepet szeretteire figyelve éli meg, hiszen tudja, meghitt pillanatokat nem tudunk pénzért megvenni, csak egymás társaságában megélni. Előadásukat követően két hevesi gyermek kíséretében Szabó Zsolt országgyűlési képviselő lobbantotta lángra a hídgyártyáján a lángot. Advent a karácsonyra való készülődés, és mostan az első vasárnap, amikor is egy picit befelé fordulunk, elkezdünk gondolkodni, végig gondoljuk az egész évet, mit tudunk tenni a családunkért, elkezdünk barátainkkal, szeretteinkkel foglalkozni, családtagjainkkal, és ez nagyon fontos. Mai napon minden családhoz egy égszínkék ruhába öltözött angyalka száll le, aki nem csak hitet hoz nekünk, hanem védelmet is nyújt, és erőt ad a következő időszakra. A láng felgyulladását tánccal ünnepelték. A kisdedre emlékezvén pedig Kiki megszemlélhette a város főterén felállított betlehemi kompozíciót, melynek sajátossága, hogy az öltözeten keresztül bepillantást enged a délhevesi térség hagyományos népi kultúrájába, melynek fő szimbóluma a rózsa a subákon is megjelenik. Hevesen a betlehemi istáló jelképét összekapcsolták a Szent Családjárás 20. század elején született szokásával, emlékezvén arra, hogy Betlehemben Máriának és Józsefnek senki nem adott szállást. A megjelenített család befogadja a szálláskeresőket, jelképesen Jézust. Heves főterén pedig a befogadás szeretett jelképeként egy kis finomsággal fogadták az egybegyűlteket. 62 évvel ezelőtt, november 25-éről 26-ára virradó éjszaka, szörnyű tragédia történt a mátravidéki szénbányászati tröszt Szűcsi 10. aknájában. Bányatűz keletkezett, amit a gyorsan a helyszínre érkező bányamentők emberfeletti küzdelmének ellenére sem sikerült időben eloltani. A bányában dolgozó 175 bányász közül 31 életét vesztette.
Immár hosszú évek hagyománya, hogy a településen, a katolikus templomban kegyeleti szentmisével, a bányászok emlékére állított kopjafánál pedig koszorúzással emlékeznek meg az elhunyt bányászokra. 1959. november 26-ára virradóra történt a mátraaljai lignit bányászat legnagyobb, 31 ember életét követelő tragédiája. Az 1940-es években épített lőrinci hőerőmű hosszú távú működéséhez megfelelőnek tűnő hátteret biztosítottak a Mátra délnyugati lejtőin feltárt lignit mezők. Szücsi határában a 10-es számú aknát 1955-ben nyitották meg. Az 1959. november 26-ára virradó éjszaka bekövetkezett tragédia idején 175 ember dolgozott az éjszakai műszakban. Hajnali 2 órakor megszólalt a sziréna és a templom harangja. Pillanatok alatt végigfutott a falun a hír, tűzütött ki a 10-es aknában, és a lángok rohamosan terjednek. A hozzátartozók futva vágtak neki a mezőnek, hogy szeretteikről hírt kapjanak. A helyi bányamentők azonnal elkezdték az oltást, majd megérkeztek a dorogiak, a nógrádiak és a tatabányaiak is. 144 embert sikerült megmenteni, ám 31 bányász lent maradt. Ők Trombitás András főaknász vezetésével hősiesen harcoltak az életükért. Utolsó lehelletükig áll a vizsgálati jelentésben, amely megállapította, nem volt személyi felelőse a szerencsétlenségnek. A mostani megemlékezésen a templomkertben felállított kopjafánál a polgármester Hordósné Kovács Krisztina idézte fel a 62 évvel ezelőtti tragédia óráit. Emlékeztetett a férjüket elvesztő asszonyok, a fiúkat gyászoló anyák és az édesapjukat sirató gyermekek tragédiájára. Az emlékezetük viszi tovább a bányász áldozatok megrendítő történetét, fogalmazott a polgármester. A hősi halottaknak kijáró temetésre 1959. november 29-én került sor a templomnál, ahol egymás mellett ravatarozták fel az áldozatokat. A községben 13 helybéli búcsúztattak, Ecséden 4, Gyöngyöspattán és Rózsaszentmártonban pedig 3-3 bányászt helyeztek végső nyugalomba. Apcon, Lőrinciben, Heréden, Horton, Tarnaméren 1-1 halottat gyászoltak. A kopjafánál tartott koszorúzáson most is jelen voltak a környező települések polgármesterei, elöljárói, akik Szabó Zsolt országgyűlési képviselővel együtt elhelyezték az emlékezés virágait. 2019 óta térségünkben nagyon sok közterület karbantartó gépet sikerült beszerezniük az önkormányzatoknak a kormány 100%-os támogatásával, a Magyar Falu program segítségével. Többek között Apcon is tovább bővítették az eszközparkot egy ágaprítógéppel. Továbbá felújították az óvoda tégla kerítését és a temető infrastruktúráját is bővítették. A 2021-es évben több nyertes Magyar Falu programos pályázat segítette Apc fejlődését. A településen is ügyelnek a zöld közterületek karbantartására, mely minden önkormányzat számára közfeladat. Ellátásához pedig nem elég a kézi erő. A község közel 1,5 millió forintot nyert el kommunális eszközbeszerzésre, melyből egy ágaprítógépet szerzett be. Az eszköz 5-6 cm-es ágakat tud feldarabolni, kézzel lehet beletolni a faágat. Egy helyi erőgépre van ez felszerelve, és hát tökéletesen működik. Nagyon fontos, hogy a környezetünk gazdálkodásában az önkormányzatoknak hatalmas lehetőség legyen arra vonatkozóan, hogy megsemmisítsék akár az ágakat, akár a füvet magát, és ezeket tudják kezelni. Rengeteg zöld hulladék keletkezik a településeken, és ez mindenképpen nagyon fontos, hogy meg legyen oldva. Egy másik fejlesztési terület az óvodát érintette, ahol már a sokadik fejlesztést tudták megvalósítani kormányzati támogatással. A korszerűsítés ezúttal a téglakerítést érintette, melynek állaga megromlott. Közel 3 millió forintos támogatásból 51 méter hosszon tudták rendbe tenni a kerítést. Első körben még egy toppos pályázatban sikerült egy tornaszobát építenünk, illetve belül átalakítani az óvodának a nem használt helyiségeit, illetve egy előző, a Magyar Falu első programjában sikerült ezt a gyönyörű játszóteret megépíteni itt az óvoda udvarán, illetve most a második ütemben pedig az óvodának a régen leromlott téglakerítését sikerült felújítanunk,
és amennyiben és bízom benne, hogy tovább folytatódik ez a Magyar Falus program, akkor szeretnénk az óvodának a utcafronti kerítését is majd idővel kicserélni egy jövő évi program keretében. A temető infrastruktúráját is korszerűsítették, 1,5 millió forintból egy új kétférőhelyes kegyeleti hűtőt szerzett be Apszkösség önkormányzata. A Magyar Falu program segítségével olyan beruházásokat tudnak kivitelezni térségünkben is az önkormányzatok, melyek nem terhelik a költségvetésüket. 1988 óta külön napon ünnepeljük azokat, akik önzetlenségüket a véradással fejezik ki. Ezen a napon, november 27-én országszerte a közösség hálájának kifejezéseként ünnepi rendezvények keretében elismeréseket ad át az Országos Vérellátó Szolgálat a többszörös véradók számára. A véradók napját Hevesen tartották meg, ahol a térség kiemelkedő véradóit köszöntötték. A Hevesi Művelődési Házban ünnepi műsorral és ajándékokkal köszöntötték a térség kiemelkedő véradóit. Ez azt jelenti, hogy aki meghívást kapott, az bizony túl van a 10 vagy éppen a 100. véradásán is. Molnár László pedig már 135-ször adott vért. Nála megszokott, hogy megy és nyújtja a karját, hogy segíthessen másokon. Náluk családi indítatás, édesanyja is véradó volt, felesége is donor. Véleménye szerint az önzetlenséget bármi motiválhatja. Aki még nem kapott vért, az attól függetlenül még belső késztetésnek érezheti, hogy szükség van embertársai megsegítésére, és ezáltal lehet, hogy ő véradó lesz. Tehát az nem kell ahhoz, hogy vért adjon valaki, hogy kapjon is, mert hogyha olyan indítatást kap, hogy látja a családba azt a példamutatást, hogy a szülei is, testvérei is, tehát a felmenők is adtak vért, vagy segítettek, ha nem véradásra, akkor máshogy, akkor ő is egy ilyen adakozó lesz, én szerintem, ez a véleményem. Nelly fiatalkora miatt még csak a 10. véradásánál tart, gimnázium óta jár vért adni. Én azért indultam el ezen az úton, mert én féltem a tűszúrástól, és szerettem volna megbátorodni ezáltal, hogy ne kelljen kísérővel mennem, akár egy általános vérvizsgálatra, vagy bárhová, máshová, és úgy érzem, hogy ez sikerült. Aztán most meg már az, hogy minél inkább segítséget nyújtsak az embereknek. A véradás nagyon fontos segítségnyújtás a kórházi betegek, a műtétre várók esetében, mert mint az Országos Vérellátó Szolgálat mottója mondja, aki vért ad, életet ad. Csak azt tudja ennek a súlyát, aki maga is kapott már vért, emelte ki ünnepi köszöntőjében Szabó Zsolt országgyűlési képviselő. Talán a legfontosabb, hogy aki vért kap, az tulajdonképpen újjászületik. És ez mindig egy másik embernek köszönhető, aki vért adott. Hiszen mindannyian kerületünk olyan helyzetbe, hogy baleset, vagy nagyon komoly betegség, amikor szükség van a vérre, és ez tényleg megmenti az ember életét. Én azzal próbáltam párhuzamot vonni, hogy itt a karácsony, advent első vasárnapja érkezik éppen, fölkészülünk, és picit elgondolkodunk. Elgondolkodik az is, aki vért ad, és elgondolkodik az is, aki vért kap, vagy kapott, vagy a családtagjai kaptak, hogy mennyire hálásak lehetünk ezért, és ez egy mennyire pozitív dolog. Ez egy olyan érzés, mint maga az újjászületés. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani, hogy nagy öröm az, amikor például egy szerettünket, egy hozzátartozónkat visszakapunk a kórházból azért, mert vért tudott kapni. Besenyei Tamásné, a Heves területi szervezet vezetője a pandémia miatti nehézségekre hívta fel a figyelmet. Ez az időszak megnehezítette a véradást, kevesebben tudtak elmenni a szervezett véradók napokra, ezért is fontos, hogy a rendszeres véradók ebben a nehéz helyzetben is vállalták az önzetlen felajánlást. Döntetlent játszott az Oktat 66-i KSS-e felnőtt női csapata a Stavmat Füzesabonyi SC kéziseivel november 27-én a 2021-22-es bajnokság őszi szezonjának utolsó előtti mérkőzésén. Igazán büszkék lehetnek magukra a 60-i nők, akik a szezon legizgalmasabb mérkőzését játszották. Fél időben még egy góllal vezettek a 60-i kézisek, két gólnál több különbség nem volt a meccs során a csapatok között. A végeredmény 22-22 lett a tabella második helyén álló füzesabonyiak ellen. Ez a döntetlen, ez egy nagy győzelem. Tehát nem gondoltam volna. A lányok nagyon-nagyon összekapták magukat, és
És hát főleg itt a védekezéset, én úgy gondolom, hogy abban maradtunk partiba. Mivel szűkös a 60-iak kispadja, oda kellett figyelniük, hogy ne hajszolják túl magukat, ésszel játszanak a túlélésért. Ez sikerült is. Nagyon fontos egy pont, hiszen a múlt héten idegenben az egri különítmény az megvert minket tulajdonképpen. Én nagyon sajnálom, a Hevesen elvesztett 2 pontot is, de ez fantasztikus. Tehát ez az 1 pontnak talán jobban örülök, mint hogy búsakodok az elvesztett 4 pont miatt. Ma már lassan több a beteg és sérült játékosunk, mint aki pályára tud lépni, úgyhogy ezért is különösen fontos volt. A 60-iak 9 fővel játszották végig a mérkőzést, míg az ellenfél szinte a teljes kerettel. A következő is egyben a szezon utolsó mérkőzésére Vásárosnaminkban kerül sor december 5-én, amikor is a Vitka Ese játékosai ellen lépnek a pályára a 60-i kézisek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, híradóval legközelebb pénteken jelentkezünk. A viszontlátásra! Szerdán az északkeleti ország részben lehetnek naposabb időszakok. Az élénk helyenként erős, nyugati-délnyugati szélben 8 fokra van kilátás. Csütörtökön sokfelé számíthatunk esőre, többfelé jelentősebb mennyiségű csapadék is eshet. A kissé szeles időben 7 fokot mérhetünk, a kora délutáni órákban. Pénteken egyre több felé süthet ki a nap. Az élénk erős észak-nyugati szélben 3 fokra van kilátás.